szerettem volna, hogyha mások is kerékpárra tudnának ülni, akik eddig fizikai vagy földrajzi okok miatt nem tudtak. És azért kezdtünk bele ebbe a Webringa projektbe. Először egy kicsit ellenkeztem magamban, hogy elektromos felsegítés ez belefér az értékrendembe, de aztán túlságosan rá is szoktam. Eddig is számomra a kerékpározás az maga a szabadság volt, viszont így a Webringával azt gondolom, hogy ez szabadság extrákkal. Több száz, több ezer fő programozóval, irodai dolgozóval rendelkező nagyvállalatok vagy multinacionális cégek, nekik őrült fontos az, hogy hogyan lehet a belvárosba, az irodaházakba a fiatal generációt eljutatni. És egy rugalmas, kötetlen, de mégis nagyon professzionális szolgáltatással szeretnénk ehhez hozzájárulni. Óriási lehetőséget látunk az Edison projektben, tehát mind az MVM, mind az IBM oldaláról nagyon jó erőforrások vannak. Az a tudás, amit ez a két nagy szereplő adhat egy ilyen fiatal ötletnek, az szerintem egy nagy lehetőség. A Webringa népszerűsítése, illetve a kerékpáros közlekedés népszerűsítése is a célok között szerepel, és erre az MVM, illetve az Edison pályázat által biztosított kommunikációs terek meglehetősen komoly segítséget nyújthatnak.